A Merkantil Bankliga MB2 20. fordulójában a futballtavasz első játéknapján a Budafok vendégei voltunk. 21 év után a piros-feketék ellen játszottuk az első meccsünket a magyar futball második vonalában, és az MB3-as bajnokcsapatunkra építve Óbudán augusztus 1-én alul maradtunk a dél-budapestiekkel szemben. Csapatunk vezetőedzője Kemene Szabocs három helyen változtatott az előző meccshez képest. Tamási Horváth és Szili kezdett, a hajrában Daróczi is lehetőséget kapott, aki hosszú sérülés után tért vissza a pályára. A meccset Szilágyi Sándor vezette. Az első támadása a hazai csapaté. László Dávid ballal küldi a rövid sarok irányába a labdát, Balázs fogja. A második sansz már a kerületé. Barci Szilie picikét hosszan veszi át a labdát, és a borítás sem segít neki. Ennek ellenére be tudja fejezni, be se védi a lövését, meg volt az első lehetőségünk a gólszerzésre. Soltész, Balázs rajta van. Aztán egy Szili Barci összjáték, Barci beoda középre, Horváth Olivér pedig betolja a labdát a kapuba a 28. percben, megszerezzük a vezetést. Jön a Budafok, Balázs megy át a túloldalra, Egerszegi kifejli a labdát, Rabatin próbál tisztázni, Boris ott van a környéken, sőt, mi több, Szili is besegít. Végül Erdei az, aki kipattintja. Becker mellett sikerül befejezni az akciót, Balázs jön, és rávetődik Kovács labdájára. Szili óriási bomba volt, be se védte a kísérletét. Aztán Balázs is bemutatja, hogy kifejezetten jó formában van. Jövünk ismételten, ezúttal Borival, Bori tekeri középre, bőven megvannak a hazaiak, ettől függetlenül a lepattanóra mi érkezünk elsőként, egészen pontosan csapatkapitányunk Rabatin Richard, aki bepattintja a labdát, sőt, bebombázza a labdát a kapuba. Rabatin Ricsi megszerzi a második gólját az MB2-ben, ez volt a 100. bajnoki mérkőzése a kerület színeiben, úgyhogy számára ez egy emlékezetes pillanat. Remili kerül gólhelyzetbe kétszer egymás után. Remili az ezt megelőző meccsen a Békés Csaba ellen duplázni tudott. Itt van még egyszer, ezt már nem találja el jól. Közel jártunk ahhoz, hogy megszerezzük a harmadikat. Minden esetre bőven volt még rá szanszunk itt, például Horváth Olivér szerezhetett volna ismételten gólt. Rajci testéről oda kerül Horváthoz, Horváth lövését aztán óriási reflexzel védi, Bese Balázs. Jönnek a hazaiak és megpróbálkoznak azzal, hogy valahogy visszatornázzák magukat a mérkőzésbe. Hát aki igazán nagyot tud tornázni, az, ahogy látjuk, Balázs, aki most nem tudja megfogni a labdát, minden esetre szerencsénkre kívánszorog, jöhetett egy szöglettel a Budafok. Ismételten támadásban a kerület, Rajci, nagy labda, Remili bemutatta a budafokiaknak, hogy elviszi a labdát, ehhez képest aztán a labda mögé került, és gyönyörűen bebelsőzte oda a harmadik gólunkat. Remili zsinórban a második mérkőzésén betalál. Szenzációs formában, kár, hogy vége. Először nyerünk kétszer egymás után bajnoki meccset, jó formában zárjuk az évet. Először is nagyon gratulálok a srácoknak, tényleg le a kalappal előttük. Kicsit kényszerszült a taktikával, meg összeállításban léptünk pályára sok hiányzó miatt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon jól megoldották, amit kellett. Sőt, kifejezetten jól megoldották, amit kellett, úgyhogy ez egy csodálatos évzárás számunkra, mert azért ebben a szezonban voltak problémáink, gondjaink. Ezt most egy picit tudtuk felettetni, és egy kicsit el tudtuk kezdeni kiegyenesíteni a szálakat, úgyhogy tényleg gratulálok a srácoknak, és bízom az hasonló folytatásban. Először is gratulálok a kerületnek a 3 ponthoz. Nem kell megmagyarázni a 3-0-át, azt gondolom számomra nagyon nagy csalódás ez a mérkőzés, úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettük volna. Igazából a semmiből kaptunk egy gólt, és nem beszélve arról, tehát az összképét a mérkőzésnek, ha nem rúgunk gólt, mérkőzéseket nem lehet nyerni. Tehát nagyon kevés gólt rúgunk, a támadójátékunk, ott van a helyzet, nem használjuk ki. Tehát el kell gondolkodnunk, tényleg egy nagyon elgondolkodtató szünet jön számomra és a csapat számára is. Fel kell kötnünk a gatyát, mert így nem megy.